A Simonyi Károly Szakkollégium mára egy 150 fős, az egyetem és az ipar által is elismerten magas színvonalú oktatási munkát végző szervezetté vált. A Simonyi Károly Szakkollégium az egyik az ország legkiválóbb szakkollégiumainak, ahol mérnök hallgatók informatikában, hírközlésben, médiában úgy teremtenek új dolgokat, hogy közben a szakmájukat is elsajátítják. A szakkollégium a közösségi életéről legendás és ismert Schönherz kollégiumban működik. A története is itt indult útjára. Saját maguk építik fel a kollégiumokat egy olyan színvonalas szakmai műhelyé, amiből kevés van az országban. Azok a kollégisták, akik szabadidejükben is szívesen foglalkoznak érdekes szakmai témákkal, évtizedek óta kisebb szakmai csoportokba szerveződnek. A Simonyi Károly Szakkollégium fő profilja az az oktatás, mind a szervezeten belül, mind pedig az egyetemi hallgatók oktatása. Tudásukat igyekeznek integrálni, és szervezett formában folytatják alkotó tevékenységüket. Elsősorban az motivál minket, hogy minél szakmaibb, minél mélyebb piacképes gyakorlati tudást szerezzünk. A tagok kiemelkedően fontosnak tartják a hallgatók gyakorlati oktatását, a széles látókör kifejlesztését, az autonómia fenntartását és az érdeklődést az általános társadalmi problémák iránt is. Mindig az volt a célunk, hogy az önéletrajzban egy óriási bejegyzés legyen, ha valaki a Simonyi Károly Szakkollégiumban dolgozott. Úgy érezzük, ezzel a prima díjjal ez megvalósulni látszik. A Simonyi Károly Szakkollégium általános tudományos és emberi hitvallása, valamint szakmai teljesítménye okán érdemelte ki a Junior Prima díj 2009-es elismerését.